kelet gyöngye, a sivatag gyémántja, a föld menyasszonya. Ilyen és ehhez hasonló kifejezésekkel illették Szíriát eleink az évezredek során. Ezt az országot hagyta ott több évtizeddel ezelőtt egy akkor még tinédzserkorú fiú, azért, hogy sebésznek tanuljon. Először Budapesten, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Jelenleg az Erzsébet Kórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa. Arról, hogy az elmúlt 40 évben mi történt, most hadd meséljen ő maga, Aldrubi Huszni. Otthon érettségiztem Szíriában, és ösztöndíjat nyertem, és így esett a választásom, hogy ösztöndíjasként, hogy melyik országba jöjjek. Akkor volt két lehetőségem, vagy Németországban, vagy Magyarországon. Valahogy a magyarországi ismereteim szimpatikusabb volt, mint ország, mint nép, hogy idejek, mint a németekhez mentem volna. Tehát az alapvető mozgató rugó az a sebészet volt. Mesélj egy picit magáról. Mi volt az az első pont az életében, amikor érdekelni kezdte ez a szakma? Hát azt nem mondanám, hogy gyerekkoromban kezdődött ez a dolog, mert családban van egy-két orvos rokon, akire felnéztem, és olyan csodálattal úgymond néztem rájuk, úgyhogy ez megfogott részben, de aztán ahogy a iskolai tanulmányomat kezdtem, mindig volt bennem érdeklődés a biológia után, a ezérányú humán beállítottsággal, és később szerettem rajzolni, és valahogy a családom elő is volt ilyen indítatás, hogy esetleg, hogyha megvan a bizonyos fokú kézi ügyességem, akkor ez irányban, tehát manuális szakmát választani. Magyarországon már kifejezetten sebészetet tanult. Hogyan kezdődött ez, melyik egyetemen? Ahogy kerültem Magyarországra, először Budapesten a úgynevezett Nemzetközi Előkészítő Intézetben kezdtem a tanulmányomat, ilyen gyorsított tanfolyam nyelvismeretekkel, meg bizonyos tantárgyakat, tehát biológiát, kémiát tanultunk, de elsősorban nagy hangsúlyt helyeztek a magyar nyelv elsajátításához, hogy el tudjuk kezdeni az egyetemet, és ezt követően a Szegedi Orvostudományi Egyetemre kerültem. Milyen érzések domináltak akkor önben, hiszen ugye hát egészen fiatal korában került ide, és a rokonok talán még akkor a kezdetben nem volt annyi barátja sem, mégis ki volt az, akihez úgy tudott ragaszkodni? A családon belül egy magyar rokon van, tehát egy úgy magyar rokon, hogy az én unokabátyámnak a felesége magyar. Tehát annyira túlzottan mondjuk nem volt idegen számomra, de mondjuk olyan túl nagy ismeretekkel nem rendelkeztem igazán. Volt valaki, akit a szakmán belül nagyon megszeretett? Hát a szakmán belül nekem szerencsém volt, hogy tanítómestereimtől nagyon sokat tanultam, a szakmán kívül más emberiséget, emberi tartást, a beteghez való viszony, empátiát, sok mindent tanultam. Első tanítómesterem volt a dr. Kardos Géza, osztályvezető sebészfőorvos, aki Miskolcon vezette a Szemüveg Kórházba sebészeti osztályt. Ő ez igazi tanítómesterem. A második számú tanítómesterem Kis János István, a mekes sebész és általános sebész professzor úr, akitől szintén sok mindent tanultam. A traumatológiát a megyei kórházba sajátítottam el dr. Bárány István osztályvezető mellett. Azt elmondhatjuk önről, hogy mind a két kultúrát most már egészen mélyen ismeri, mind az keleti ember kultúráját, mind a nyugati ember kultúráját. Hogyan látja, hogy milyen különbségek vagy milyen hasonlóságok vannak a kettő között? A kultúrában valóban, hát a tradíciókban kicsit vannak különbségek, illetve bizonyos szokások, bizonyos etiket, illetve egy családon belül való kapcsolatok. Nálunk mondjuk keleti embereknél sokkal erősebbek a családi kötelékek. Tehát mondjuk bár Magyarországon más európai országhoz viszonyítva, vagy amerikaiakhoz viszonyítva, itt is eléggé erős a családi kötelék, meg a családi kapcsolat, de mondjuk a szíriai és elsősorban úgy általában a keleti embereknek a családon belüli kötelék sokkal erősebb tud lenni.
Családon belüli kötelékek nagyon fontosak, neveltetés és a neveltetés az alapja, ugye az identitásnak. Milyen identitástudattal rendelkezik egy keleti ember? Hát a neveltetés nagyon nagy szerepet játszik benne, meg ez, hogy ki részben nem csak a úgymond a családon belüli neveltetés, hanem az iskolán belüli neveltetés, egymáshoz való viszony, egymáshoz a megbecsülése, az embereknek egymásnak a megbecsülése, ez a meghatározó. Tehát a vallás is játszik közre, mondjuk függetlenül attól, hogy most keresztény az illető, vagy más felekezethez tartozik, ez nagyon nagy erőt ad, meg nagyon nagy tartást ad ez, hogy valaki milyen identitással rendelkezik, vagy milyen tartással rendelkezik. Ha jól tudom, az életében volt konkrét példa arra is, hogy két különböző vallású család, két különböző vallású ember nagyon jól meg tud élni egymással. Hát mi olyan, mondjuk a szíriai lakosságnak közel 70%-a Mohammedán, és a 30%-a körül keresztény vallású emberek. Ennek is még kisebbségben vannak zsidó vallású emberek, és konkrétan mi a családunk nagyon sok keresztény szomszédunk volt, és általában a gyerekekként is, meg felnőttekként is egymáshoz jártunk, az ünnepeket együtt ünnepeltük, tehát az ünnepeiket együtt ünnepeltük, meg a mi ünnepeinket is együtt ünnepeltük, és gyakorlatilag ez a kapcsolat akár mondhatnánk ezt, hogy mai napig tart. Egy keleti ember akár készfogással is meg tud állapodni bizonyos dolgokban. Ez így van? Ez jellemző tényleg a keleti emberekre? Igen. Hát így is lehetne mondani, ez ebből, tehát ez visszatérve az előző kérdés, ez valóban ebből adódik a neveltetés, a tradíciók, a emberi tartás és a vallási neveltetés is benne játszik ebbe a dologban. A megadott szó, és a megadott szó, ez nagyon komolyan veszik nálunk az emberek. Tehát ha valaki, és olyan neveltetést kapunk, hogy az embernek a becsületét egyetlen eszer eljátsza, többet nem. Tehát ehhez tartja magát az ember, akár kereskedő, akár orvos, akár tanár, tehát ez komolyan veszik. Tehát valóban így, hogyha valaki megadja a becsület szavát és ígéretét, és készfogással megerősíti, akár a saját házát is ezzel tudja eladni. Tehát ott előleg vagy akár úgy mondjuk ilyen dolgokat ritkán adódik, bár mostani világban ez írás, ami a döntő, de most is így van, hogy sokszor az ember a készfogás ez a meghatározó. Ehhez hozzátartozik még talán az, hogy a hagyományok is nagyon erősek, például Szíriában. Van-e olyan, vagy volt-e olyan szokás, hagyomány, tradíció, ami önnek itt Magyarországon hiányzott? Hát igazán úgy. Az ünnepeket, akár keresztényekről van szó, akár más vallású vagy felekezetű emberek, a családon belül ünneplés, a barátokkal való ünneplés, ez sokkal jobban tartják és komolyan veszik. Akkor azt mondja, hogy ez az összetartás megnyilvánulhat egy családi vacsora vagy egy családi ebéd keretében, viszont megnyilvánulhat más módon is, például az egészségügyben. Ez hogyan történik? Igen. Jó a kérdés, tehát nem csak ebben, hogy a jóban van ez összetartás, amikor mondjuk ünnep van, és akkor egymáshoz való meghívások vannak, vagy vacsorához, vagy ebédhez, vagy ebben megnyilvánul mondjuk egy családon belül, hogy nem telik egy nap, vagy egy hét, hogy mondjuk testvérek között ne tudják egyik a másikról, hogy milyen események vannak, hogy mi történt vele. De a kérdés ez, hogy az egészségügyben, ezért mondom, hogy jó kérdés, mert igazán nálunk az úgynevezett állami egészségügyi biztosítás minden rétegnek nincsen biztosítva. A legszegényebb rétegnek van, de a közép rétegnek vagy a gazdagoknak általában mondjuk ez inkább a magánkórházokhoz irányul ez az egészségügyi ellátás. És egy példaként, hogyha mondjuk valaki, aki nem tehetős, megbetegszik, vagy szüksége van komoly
anyagi háttérnek a biztosítása, hogy megnyerje a szükséges egészségügyi ellátást, ilyenkor az összefogás jön elő, és a családon belül meg egy távoli rokonnak is megnyer ebbe, hogy segítenek anyagilag, hogy tudja úgymond biztosítani magának ezt a szükséges egészségügyi ellátást. És ez kölcsönös vissza, most én, hónap ő. Az egészségügy újra és újra visszatérő témája volt beszélgetésünknek. Bevallom, már a riportot megelőzően tudtam, hogy Adrubi Huszné az elmúlt 15 év során jó néhány műtéti eljárást honosított meg itt az Erzsébet kórházban. Így természetesen arra is rákérdeztem, hogy a sebészet mely területéhez kapcsolódnak ezek az eljárások. Eleve a sebészet, mint szakma, ez állandó fejlődésben van. És ezen belül mondjuk most, ami nagyon az utolsó 10-15 évben a általános sebészeten belül a laparoszkópia, ami azt jelenti, hogy minimál behatolásokból operáljuk az epét, a sérveket, vagy a vakbeleket, vagy most már más komolyabb műtéteket, beleket, gyomorokat is operálunk ez a minimális behatolásokból, és ez a betegnek nem mindegy az, hogy kisebb van, amit másnap vagy harmadnak már kell, mozog, visszanyerje a teljes mobilitását, egészségét, vagy pedig mondjuk akár egy-két hétig ágyhoz van kötve. A másik, a traumatológia, ott is nagyon nagy fejlődésben van, szinte évről évre, vagy akár azt lehet mondani, hogy fél évente jönnek új, meg új, úgynevezett szintén minimális beavatkozással járó műtéti eljárások, amit a törések vagy más úgynevezett traumás eseteknek az ellátásához, és tudva ez, hogy idős betegekről van szó, és nem mindegy ez, hogy minél hamarabb lehet mobilizálni, minél hamarabb visszanyerje az egészségét, ez is jelentős. És ahogy én ide kerültem 96-ba, megnyertem a osztályvezetői pályázatot. Előző évben, hát akkor nagyon sok műtét nem történt itt. Többek között ez az említett laparoszkópos műtétek nem voltak, tehát ez is honosítottam, nem volt strómás, pajzsmirigy műtétek, ez is szintén általam lettek honosítva, természetesen a kollégáknak a segítségével, és egyéb más műtéteket, hogy hagyna soroljam végig, de nagyon sok műtétet vezettünk, és ahogy mondtam, hogy ahogy fejlődött a tudomány, főleg még a műtéti technikák között, traumatológiai műtétek között is nagyon sok műtétet vezettünk be. A feltalálója ennek Veres János kolléga, sebész volt, aki kitalálta ezt, hogy lehet egy kis minimál szórással vezetni egy tompa hegyűtőt, és ezzel úgymond használni is terégáz, hogy egy hozzá lehessen férni mondjuk a hasi szervekhez. Tehát ez egy magyar névhez húződik, és Magyarországon első ilyen műtét Pécsen történt, tehát a pécsi klinikán történt. Aztán nagyon rövid idő alatt először a sebészek, a kollégák idegenkedtek ettől a műtéttől, mert mint minden ismeretlentől az ember idegenkedik. Aztán amikor rájöttük ennek az előnyeit és az észszerűségét, és a beteg szempontjából, hogy mennyire előnyösebb, mint más mondjuk nyitott műtéthez, most már ennyire elterjedt, hogy gyakorlatilag, mondjuk csak konkrét példaként mondom, hogy egy epeműtétet régebben, ha egy picike gyulladás ma volt kezdetén, akkor rögtön áttértek a kollégák nyitott műtéthez. Most már egyre gyakrabban és bátrabban vagyok, és biztosak vagyunk, hogy még egy gyulladás és epehólyagnak az eltávolítása, tehát természetesen köves epehólyag gyulladással járó műtétnél is, és ezzel a laparoszkópos eljárással is el tudjuk végezni. Tehát orvosi szempontból mindenképpen előnyösebb, viszont a beteg szempontjából előnyösebb, tehát mennyi fájdalommal jár? Ugye nagyon minimális helyen kell megnyitni az emberi testet, viszont jár ez fájdalommal akár a műtét után? Hát amennyire kicsik a sebek, de hát gyakorlatilag egy centis, meg két fél centis szúrásból, amivel jár, de hát elenyészőnek mondható. Tehát gyakorlatilag ez, hogy a legidősebb betegeink között is, és a műtét másnapján fel kell mozog, ellátja magát, tehát viszont ha összehasonlítjuk egymás, mondjuk egy nyitott műtétnél, mint régebben, ezek gyakorlatilag össze se lehet hasonlítani, ezért nem beszélve erről, hogy aki mondjuk munkahelyen rendelkezik, a műtét után egy héttel akár, vagy egy pár nap alatt, hogyha annyira fontos a hivatása, vagy a munkája, és lehetősége van, akkor egy hét után visszaállhat a
dolgozni. A laparoszkópiás eljáráson és a traumatológiai műtéteken kívül, vagy műtéti eljárásokon kívül milyen más típusú műtéteket honosított meg itt? Hát ami korábban, mielőbb én 96-ra ide kerültem, nagyon régóta, még anno idején, Rákos főorvos idejében megcsinálták agymirigy műtéteket, úgynevezett a köztudatban ez a strómás műtéteket, és ezt követően, hogy Rákos főorvos elment nyugdíjba, gyakorlatilag közel 10-valahány éven keresztül nem történtek a sejtelék sebészeti osztályon strómás műtéteket, és ez nekem ez egy úgymond kedvenc munkaterületem, amit szeretnék és szeretek is vele foglalkozni, mert itt a régióban eléggé sok endémiás, tehát eléggé gyakori esetek fordulnak elő, és gyakorlatilag a beteg rá volt kényszerítve, hogy vagy Miskolcra, vagy Debrecenbe menjen, és most elvileg már itt is el tudjuk látni, meg tudjuk operálni, utógondozni. Tehát akkor a műtétet azt itt is végre lehet hajtani. Igen. Ha viszont utógondozást igényel, akkor részben itt, részben pedig Miskolcon van rá lehetőség. Igen. Ha olyan tehát daganatos betegség miatt kell megoperálni a beteget, és utókezelést igényel, tehát onkológiai kezelést igényel, erre mondjuk az országban több lehetősége van a betegnek, de miután mi Miskolchoz tartozunk, régió, mint a régió, tehát nekünk Miskolchoz megyei kórházban szoktuk utalni a betegeket, de Debrecenben és Nyíregyházán is van onkológiai osztály, ahol foglalkoznak mindenféle más egyéb daganatos betegekkel. Mi laikusok sokszor azt látjuk a népszerű tévésorozatokban, hogy nagyon szeretnek egy jó orvos, az nagyon szeret műteni. Igaz ez? Hát végül is ezért az ember ezért választja ezt a szakmát, vagy ezt a szakterületet, mert részben manualitásként vagy manuális szakmaként szereti, nem kimondottan más, mondjuk nem műtéti szakmákat, nem manuális szakmát, értek ez alatt a belügyászati jellegű szakmákat, és hát ha ezt választja egy orvos, akkor ezt jelenti ezért, hogy operálni szeret, és a műtőbe szeret lenni. Ön szerint milyen egy jó orvos? Szakmai tudás az alapvetően fontos, de ezeken túl mi az, ami még szükséges, hogy az ember jó orvossá váljon? Az empátia nagyon fontos, és az alázat. Hát tanítómesterémtől ezt tanultam főleg, a szakmán kívül, mert a szakmát elsősorban tőlük tanultam, tanítómestereimtől, és említettem őket népszerint, Kardos Géza főorvos, meg Kis János, meg Bárány Istvántól, de tőlük is tanultam a alázat, ez, hogy egy szakmát csak akkor lehet igazán művelni, ha van az emberbe kellő alázat, enélkül nem lehet művelni ezt a szakmát. Talán valóban ez a titok nyitja. Minden esetre Aldrubi Huszni már több mint 40 éve dolgozik a szakmájában. De kezdetben neki sem volt könnyű. A mindig pontos, precíz, finomkezű férfinek komoly honvágyjal kellett megküzdenie fiatal korában. Hát az elején voltak honvágyaim, tehát ahogy ide kerültem Magyarországra, volt honvágyom, és utána ez egy kicsikét fokozatosan csökkent. Tehát az első egy-két év, amikor még itt kezdtem Magyarországon tanulni, volt olyan időszak, amikor az ember fizikai fájdalma volt, tehát olyan szintű honvágya volt az embernek, de ez most már ennyire leredukálódott, hogy ha Szíriában vagyok látogatóba, nyári szabadságunk jutott, akkor vágyok vissza ide, és ha itt vagyok, amikor szabadságom közeledik, akkor viszont vágyok Szíriába. De így ezt lehet mondani, hogy szerencsés vagyok, mert így két hazám van. Mi volt az, ami akkor hiányzott? Tehát a kultúra, az ország, a légkör, a hely, a környezet. Igazából hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Mi az, ami hiányzott? Elsősorban a család, a barátok, a rokonok, a megszokott életvitel. De ez idővel csökken, lényegesen csökken, mert ahogy nő az ember, öregszik, és a részben a rokonok, meg a részben a barátok, akik már hasonlóképpen vagy más országban élnek,
vagy kicsikét óhatatlanul a barátokkal, meg a távoli rokonokkal, tehát nem ugyanez a szoros, úgymond napi kapcsolat, mint ennek idején volt. Itt Magyarországon viszont jöttek más barátok, tanítómesterek, iskolatársak, és aztán az egyetemen jött az igazi is. Egy folyamtársam volt, tehát együtt kezdtük az egyetemet, ő szintén Szegeden az Orvostudományi Egyetemre járt, és ott ismerkedtünk meg már az első év után, első hónapokban nem, de az első év végére ismertük egymást, és azóta is tart a kapcsolatunk, illetve hát együtt vagyunk. Gyakorlatilag ez, hogy más kultúrából jöttem, vagy más identitás, vagy nem, soha nem éreztünk ezt a dolgot, sem egymás között, sem a két család között, soha nem érződött ez, hogy én mondjuk más országból jöttem, vagy más kultúrából jöttem, vagy más indítással vagyok, mint ő. Se ő, amikor otthon van Szíriában velem együtt, mint a rokonok a látogatásai során, soha ő se nem érezte ezt a dolgot, tehát az én úgymond családi vagy rokonaim részéről sem éreztették vele, hogy nem is érezte ez, hogy ő idegenek között van. A szakma szeretete a családban maradt. Aldrubi Huszni felesége ugyanis gyógyszerész, és nem egy rokona a gyógyítás szerelmese. Hát igen, mondjuk a otthoni családom, tehát a szíriai rokon testvéreim közül van három orvos a családban, illetve három mérnök öcseim vannak. Húgom meg egyik testvérem orvos. Hát mondjuk a család, a kimondottan a családunk belül említettem, hogy csak távoli rokonságban van két orvos ezen kívül, hogy mi hárman lettük orvosok. Édesapám ő inkább, tehát ő földbirtokos, meg kereskedőként dolgozott. Tehát nem kimondottan, úgymond ebbe a szakmába dolgoztak, és mégis hát ilyen irányba alakult ez az érdeklődésünk. A magyar családom, illetve a rokonságunk közül két keresztlányunk, az egyik orvos, Párizsban él, nőgyógyászként dolgozik, a másik, a kisebbik keresztlányunk viszont gyógyszerész Budapesten dolgozik. A családi kapcsolatokat többször is említettük, hogy mennyire fontosak, ővelük hogyan tartja a kapcsolatot? Eléggé szoros a kapcsolatuk, tehát gyakorlatilag sajátunkként tekintjük, illetve hát ők is ugyanazt hasonlóképpen érzik irántunk, tehát mint a saját gyerekünk, ők egyébként a keresztlányaink is. És ha már családról van szó, akkor a házi kedvencek sem maradhattak ki. Szeretem az állatokat, már gyerekkoromban is nagyon szerettem az állatokkal foglalkozni, meg biológiai szinten is szeretem, érdekelte a téma, de házi állatunk mondjuk Szíriában csak macskáink voltak, de itt Magyarországon volt egy német juhász kutyám, ami hát sajnos elmúlt, és hát ezt családtagként kezeltük, és hát hiányzik, mit mondjak, tehát viszont miután itt nem családi házba, tehát nem egy kertes családi házba élünk, így gyakorlatilag nehéz volt ezt egyeztetni, ez, hogy mindig a közelünkben legyen, vagy egyáltalán, mert nagy kutya volt, tehát német juhász kutya, és nem volt lehetőség, hogy itt legyen mellettünk állandó jelleggel. Végül pedig következzen néhány mondat arról, hogy mit csinál a szabadidejében egy vérbeli sebész. Hobbi, mondjuk nagyon szeretek zenét hallgatni, meg szeretek olvasni. Még gimnazista koromig nagyon szerettem rajzolni, festeni, de most már ez már igazán se időm, meg le is kopott valahogy. De ahogy mondta is, hogy tényleg szeretek járni, úszni, ez mint részben ez, hogy a mozgás igényem megvan, és így olyan szakmát művünk, ahol a műtőasszal mellett sokat kell állni, tehát igazán mozgási lehetőségünk nagyon beszűkült, és ezért amennyire időm engedi, szeretek járni, úszni, olvasni, zenét hallgatni. Hát édességre, igen, valóban ez édes szájú vagyok, tehát szeretem az édességet, ha más nincs, akkor a csokoládét. Viszont nem dohányzok, mondhatnánk ezt, hogy majdnem abszinens vagyok, ritkán csak alkalmakat adtam, tehát vendégek vagy ünnepekkor szoktam minimál alkoholt fogyasztásra szorítkozni.
szeretek főzni, tehát amikor lehetőségem van, vendégünk van, akkor specialitásunk, ami otthon tanultam, ezt szoktam vendégeink úgymond adni, hogyha úgy ünnepekkor, vagy ha vendégeink vannak, akkor szoktam besegíteni a feleségemnek a főzésben. Az utolsó kérdésem, hogy végül is ezek alapján, az egész interjú alapján 40 év itt töltött élet, hogy tapasztalat után el lehet mondani azt, hogy meg lehet szeretni ezt az országot? Hát hogyne, saját hazámnak tekintem.